Sziasztok, Tomi vagyok, üdvözöllek titeket a Csicskabok mai adásába. Ma a jamaikai csirkét fogjuk megsütni, és megcsináljuk hozzá az ízletes köretet is. Tegnap Giulio, az elmebeteg új csicskám, hát megcsinált a pácolást, de nem tudom, egy csomó gyógyszeremet eltüntetett ez az állat. Viszont még hála jó égnek van bőven gyógyszerem, ami hát sose fogy el. A jamai csirkénk elkészítéséhez kis barátunk, Jóga Lajos fog segíteni, és a háttérben ő jógázik nekünk, hogy ne fájjon a hátam annyira. Nos, kezdjük szépen lassan először is a tegnapi pácolt húst megkeressük, nem tudom, hogy melyik hűtőbe tett el ez a drága Giulio barátom, de nem sokára elő fog kerülni. Nos, a drága barátaim könyörögtek nekem, hogy ne legyenek hosszúak a videók. Egyszerűen nem tudok vele mit csinálni, próbáltam csinálni gyorsabban, lassabban, háromszor gyorsabban, sehogy se sikerült, viszont el kell mondjuk nektek egy titkot, ugyebár. Kettő úton módon lehet anyagi javokat szerezni a YouTube-on keresztül, az egyik az, hogy 1000 feliratkozó van, a másik az, hogy megfelelő mennyiségi óraszámban fogyasszák az adásokat, tehát szóval az idő is összeadódik, és az alapján is sikeres lehetek. Nos, szóval csináljuk a Jamaican Jerk Chicken-t. Úgyhogy vettünk elő két tapsit, ma egy gőzsütőt fogunk használni, ami baromi nagy segítség, mivel nem fog a kaja odaégni semmiféleképpen. Úgyhogy most a tepsikbe belehelyezem a húsokat egyelőre, és berakom a sütőbe. Sütőpapírt fogok használni a tepsi aljába, mivel utálom a Giuliót, és rohadt mód fele fog égni a tepsibe. Fogja tudni kipucolni a retkes köcsök? Nem nagyon vagyok oda az olaszokért. Egyszer volt egy csajom, aztán ilyen cserediákok jöttek Olaszországból. Azt megcsinálta az egész olasz banda a szegény lány. Olyan szomorú voltam, hogy azóta nem nagyon kedvelem az olaszokat. Ideje felvenni a gumikesztyűt, mert kesztyűs kézzel fog bánni a jamaikaiakkal is. Na, azt gondolom, ti is jártatok már, úgyhogy kesztyűt húztok fel. Ha nem, akkor megmutatom nektek, hogy hogyan kell nagyon ügyesen felvenni egy kesztyűt. A lényeg az, hogy mindegyik ugyanabba a lyukba stimmeljen, amelyik újba való. Nos, tegnap egy kicsit megfájdult a fejem, most lehet, hogy az ördögi piruláktól, de lehet, hogy a hármas szemüvegtől, ami teljesen összeborzott az idegeimet, úgyhogy beszéltem a személyszemmel, aki valójában nem létezik, mert nincsen személyszeme, semmi bajom nincs a szemével, az én szememmel, és javasolta, hogy hát üssem ki a lencséket a szemüvegekből, és akkor nem fog fájni a szem előtt, hogy most ilyen szemüvegeink vannak, amikben a lencse tökéletesen velünk együtt dolgozik, és nem okoz problémát a agykeringésnek. Nos, kedves barátaim, ez a Giulio gyerek egész jó munkát végzett, úgyhogy sziszentek a Varga miatt egy nagyot, de ma már beszállt az Illés Csabi is, meg az Albertom is a sziszentésbe, úgyhogy egészségetekre, barátaim. Hogy körülbelül lássátok, ilyen körülbelül, ahogy kinéz a Jerk Chicken benne a tepsibe. Aztán most fogom belerakni az előmelegített steam sütőbe. 100 fokon fogom rotyogtatni 25 percet kezdetnek. Aztán meglátjuk, hogy tovább. Mivel ismét tele vagyunk gyógyszerrel, így egyáltalán nem számít, hogy forróság van, vagy megégetjük a kezdetünket, vagy nem égetjük meg. Berakjuk az első adagot, aztán berakjuk a második adagot. Nos, a felső tepsi az lyukat közt, úgyhogy átjárja a gőz alul a felülre. Föltöltöttem az előbb a gépet 5 liter vízzel, és csak 2 literes tankja van, úgyhogy biztos, hogy el fogja bírni.
Szóval beállítottak úgy... Nincs GPS jel. Elindultam. Miért nincsen GPS jel a konyhába? Hát én utazni akarok. Szóval a párologás elindul, vadulám. Most. Addig iszunk, és most a kamerának, ezt nem tudom megmutatni, de veszek már megint gyógyszer. De nem abból a kék ördögi pirulából, mert már kettő mínuszban vagyok. Egy pillanat, kedveském, valami error van itt a helyzetben. Na most már fasza. Kiírta, hogy error, meg kiírta, hogy valami alasz összetapogatta a húst. Azért rasszizmusnak ára van. És ráadásul Jamaikáról van most szó, Jamaikáról. Na kedves kém, amíg sül a föl, addig nekiállunk csinálni a finom köretet, ami is még csak speciális lesz, mivel a Jamaican Jerk Chickenhez egy speciális babos rizs van, amihez afrikai bab kell, afrikai rizs kell, afrikai tej kell, meg afrikai... mi az? Igen, megtaláltam a szót. Hozzáállás. Afrikai hozzáállás kell. Kicsit átalakítottam a konyhát, aztán már van internetem is. Így sokkal, de sokkal, de sokkal okosabb vagyok, mint gondolnátok. Mindkettősebbkel. Nos, kedves nézőim, miközben felé kell, hogy hátul extra volt jogázza szét saját magát, addig elmondom, hogy mi lesz a köretbe. Az első burdéhagyma, kettő darab húsleves kocka, egy kis olívaolaj garlickal, ami a sütéshez kell majd. Afrikai fekete bab. Konzerves kokós tej. Aztán ugye felejthetetlen fokhagyma. És persze a rizs. Nos, kedves kém, mivel már ezerszer elmondtam, hogy nem fogom a rizst nektek állandóan bemutatni, meg elmagyarázgatni, csináltunk rizst. A burdéhagymát, meg a fokhagymát összeszeletelem egy-egy-egy-egyen ugyan akkora darabkákra. Nos, miközben ott a Balázska hátul vadul jogázik, közben sikerült a burdéhagymát is felszeletelgetni, és eljön a pillanat, mondom, sejtek, hogy milyen pillanatról gondolok. Eljött a pillanat, amikor előveszünk a csicskabokunkat. Jami! Fuhu! Nos, fölrakjuk a tűzre, és megkínáljuk elég magas hőfokozattal. Addig pucolunk egy kis kacskós olival, garlicos olajat. Megpucolva, nos, kedves kém, az egészségetekre. Sikerült megpucolni ezt az olajat, hozzáadjuk a wokkerhez. Nem zsidóskodunk, nem sajnáljuk, adjuk neki keményben. Nos, amikor már bugyboros, akkor hozzáadjuk a burdéhagymát. Mennyivel másabb a szag. Meg a fokhangyát. De más illata van, mint a sima olajnak. Olyan izgatott vagyok, mint egy állat. Szóval, 2 percig rotyogtatjuk a cumót, aztán hozzáadjuk a rizst. Elég szorul érzem magam, mert eddig még nem kellett sót használni, úgyhogy én nem is tudom. Kicsit romos a kedvem ez milyen. Most amikor már rizs egyhangban átmelegedett, akkor jön a trükk. Most amikor már ilyen frankon ragyog, meg érdekes hangjai vannak, akkor kinyitjuk a speckos afrikai babunkat, és levével együtt hozzáadjuk ehhez az egészhez. Ebből mi lesz, Istenem? Nos, meghámozzuk a kókusztejet.
és megy bele a rizsadékba az is. Most hozzáadom a babos rizshez. Azt a mindenit. Rendesen tetszik, ahogy kinéz. Nos, az utolsó folyamata ennek a babos rizsnek, hogy ide ebbe a tányérba belenyomunk egy citromot. Nagyon-nagyon. Nos, nagyon-nagyon ügyeljünk arra, hogy ne legyen a facsat citromba, citrommag a tányérba. Eltávolítottuk, volt benne 7 darab, minden hetet elraktuk be a kukába. És most jön a leveskocka, csirke leveskocka. Belerakjuk a citromba. Első villával szétkruncsizzuk, összenyomkodjuk apróra, és majd összekeverjük az egész citromlével. Most megkóstoljuk a rizsánkat, hogy mit mutat. Egész jó. És hozzáadjuk ezt a citromos kocka mixet. Jó, megkeverjük, és még 10 percet főzzük, és elkészül a köret. Letelt az első fél óra. Az gőzölésében mi a helyzet? Hála Isten, nem párásodott be a szemüvegem, mert nincsen benne lencse. Közben visszaraktam a gőzölőbe még egy 40 percre csirkét, mert most el kell menjünk itt arról. Addig nézhetitek, ahogy szóltott a joga matracon, addig tanuljatok tőle sokat. Levikém, súnyi módon megkóstoltam ezt a babos rizst. Hát baszki, imádom, nagyon szépen köszönöm, hogy rávezettél erre, hogy létezik ilyen is. Mondjuk a tramadolta nem érzem, hogy mennyire forró, de ez lehet, hogy nagyon forró. Sose ettem még ilyet, ez az első alkalom életemben. De nagyon-nagyon nem bántam meg. Nos, kedveském, elmondom azért közben, hogy ez az egész csak 725 kalóriát tartalmaz, ez a szuper rizsös kaja. És 39 gram zsír. Halló, halló! Szia, pont főzésben vagyok, most indulunk, jó? Jó, én írtam, hogy lemondta az egyik, hogy nem lemondta, áttette holnapra. Jöhetek volna hamarabb, és jöhetek bármikor. Jó van, indulunk. Szóval, szia! Szóval 28 mg koleszterin tartalmaz, amiből majd rakunk bele még. Szódiumot 260 mg-ot tartalmaz. Keményítőt 781 g-ot tartalmaz. Aztán proteint 32 g-ot. Van egy csomó vitamin A, C, benne meg kalcium, és egy csomó iron, ami vas, ettől sokkal jobban rozsdás lesz a talpunk, mint a műanyagtól. A műanyagtól csak elkopik a talpunk. Nos, kedves csicskovok nézők, közben megérkeztünk Sheffieldből. Nagyon sikeres utazás volt, és közben jogánkból Norbis duci tréning lett, aminek nagyon-nagyon örülünk, úgyhogy most azzal fogunk foglalkozni, és mivel így elment az idő, ezért újra rá kell melegítsünk a rizsre egy kicsit, és közben, mivel ma már túl késő van a sziszentéshez, más hangot tudok kiadni, és többször is ki tudom adni. Többször ki tudom adni. Bambit már ide készítettük az egészségetekre. Úgy, hál' Isten nem látszik, úgyhogy nem veszek be semmit. Végül nem érdekel, hogy este van. Sziszertünk egyet. Úgy,
egy arcba, így az izé mindenki trukkali. Én is szoktam vele együtt csinálni, így. Hála Isten, a tramadoltól nem fáj semmi. Szóval így néz ki a halálra főtt húsunk. És most be fogjuk rakni, sima normál sütő módon, 220 fokon. Látjuk, hogy ebből mi lesz. Most fogjuk megpiríteni a külsejét, és kész lesz, elkészül a finom Jamaican jerk chickenünk. Ennyiben nem hisztek Sobert Norbinak, higgyetek a feleségének, a Rékának, jó? Nos, mivel Giulio még mindig alszik, elég gyanús az ember, már 19 órája alszik. Rohadt lusta egy vendégmunkás genyó állat ez. Ideje lenne neki elmosogatni, úgyhogy nem sokára fel fogom ébreszteni én ezt nem bírom ezt már így. Hogy mindent el kell tűrni. Az oké, az ember tűr egy darabig, de örökre nem megy. Szóval fölkettem a Giuliót, mert mosogatni kell neki, és... Hát körülbelül 10 perces végzünk a mai napunkkal, és hülyére fogom zabálni magam. Amúgy még egyszer a szemüvegkérdést átbeszélve, ilyen tiszta kölöncsű. Kedves ismerőseim, szemüveges ismerőseim, akinek véletlenül van otthon elfekvő szemüveg, amit már nem használ, az kérem, hogy postázza el nekem, legyen olyan szíves. Kiszedném belőle a lencséket, és holnap egy nagyon finom főzeléket csinálnék belőle. És valószínűleg már biztos, hogy holnap lencse főzelék lesz. Barátaim, ha tehetjük, és ha bizalmatlan típusú emberek vagyunk, akkor megtehetjük azt, hogy ellenőrizzük a húst. Hogy milyen hőfokon megtehetjük. Az a húst. A rész is jó. És most forralunk egy kis vizet, mert kell egy darab főtt tojás. De az teljesen más okból kifolyólag, azt most nem akarom nektek elmondani, hogy miért kell egy darab főtt tojás. Jó? Nos, kedves barátaim, a legjobb és a leghatékonyabb a tetovált tojás. Úgyhogy most belerakjuk a forrásba lévő vízbe. És mondom még egyszer, hogy az égvilágon semmi köze nincsen a Jamaican jerk chickennek ehhez a tojásnak, de meg fogom főzni. Engem nem érdekelnek a leírt dolgok. Most kedves barátaim, nem megyük önmagunkat is, hogy nem vagyunk fontosak. 31 szó. Gyökörben a legjobb önkabidos testvérni. Következő, ami nagyon fontos, meg kell mérni a hangszintjét a csamagyunk kületnek. Hogy reggae, dancehall, vagy rappet nyomat. Érdekes, elér így is a 70 decibelt, azért nem kis volt. Utolsó a távolságmérő, olyan közelnek tűntök, azt mondja, hogy 0,61 méterre vagytok tőlem, de sokkal messze vagy. Mennyire lehet a Sober? Erről. Azt írja ki, hogy erről a Sober Norbira. Milyen messze lehet a sütő? 0,90 méter. Mennyire lehet a rizs? Erről. Néha hosszú kezem lenne, 0,75. Maybe. Nos, drága ember barátaim! Amikor már ilyen kotyogós hangja van a tojásnak, az azt jelzi, hogy elkészült. És igazán onnan tudjuk, hogy elkészült a tojás, hogy megfőtt. És így szemem sarkában láttam már megint a izé. Zoli ott a háttérben nyomja a izékat, a hanyattas fekvőtámaszokat. Nagyon kemény. Egy gyerekek, ha véletlen van valakinek egy ilyen izé, Sobert Norbis mikrofonja, azt nagyon-nagyon elfogadnám.
Nos, kedveském, hogy tudjátok, hogy miről beszélek, nézzétek csak meg ezt. Mit művel ez a csirke? Oda nézzetek! Úristen, azt hiszem, hogy ez lesz az. Levikém, ez az? Ez az, amire gondoltál? Ó, folyik a nyálam. Nos, drága emberbarátaim, nem tudom, hogy ismeritek-e azt a mondást, hogy 10 perc múlva kész a kaja. Ugye azt mondtam, hogy berakom 10 percre, de most a második 15 percnél tartunk, így a külső pirításba, és úgy gondolom, hogy még adok neki egy 2,5 percet, és kiszedem, és elkészült a nagyon finom Jamaican jerk chickenünk. Bumba, bumba. Elöntél konyhát a bombaknak! Nos, drága emberbarátaim, amíg a karcsia durván tornászik a háttérbe, addig ünnepélyesen közlöm veletek, hogy elkészült a jamaikai csirkénk. Még mindig rotyog. Hát én ezt most kiveszem a hűtőből, mert már nagyon hideg. Ismételten a tramadol előnyükre válik, mivel nem tudjuk megégetni a kezünket. És megégetjük, de hát le van szarva. Nem számít. Nos, barátaim, hagyjuk a sütőt, hogy feldolgozz ezt az élményt, amit én ma átéltem. És mutatok nektek egy közelit. Levikém, így kell, hogy kinézzen a jerk, ha? Szerintem így. Nagyon sok filmet néztem róla. Volt mondjuk 2, ami pornófilm volt, jamaikaiakkal, de abban is jerkről volt szó, meg jamaikai csirkéről. Fasza volt, durva volt, de... ennek még az illata is makkol. Meg a barátaimat, tehát még a többi a tüzé táncol a háttérbe, addig nagyon gyorsan tálalok. Én leszek az egyedül, aki enni fog. Ha a köcsök Giuliót sikerül fölébresszem, akkor... kap ő is, mivel a pácoláshoz az ő érdeme. Viszont ha nem lesz jó, akkor így a tepsit fölviszem forrón, és azt hiszem, hogy mindegyik csirkecombot bele fogom neki inzertálni a... nem tudom, ahova lehet, mindenhova. Úgyhogy... tálalunk. Jó, mindjárt megmutatom, hogy fog kinézni. Elővesszük először is a legfickósabb tányérunkat. Így. És persze a legkőbaltásabb kanálunkat. Babos rizst, azt mindig kőbaltás kanállal kell enni, ne felejtsük el. Semmiképpen ne felejtsük el. Ismét gyerekek, egy újabb újdonság, ami számomra nagyon fura. Így tálaltam. Ezzel fogom kikanalazni belőle az élményes ízeket. És ezzel a kajához nem kell savanyúság, mivel maga ez a babos rizs attól a citromos cumótól, gyerekek, a savanyúságot 150-szer jobban leveri. Szóval, én most le fogok ülni, és ezt most mind az arcba bele. Nos, kedves barátaim és csicskavok nézők, ismételten köszönöm, hogy megnéztétek ezt az adást. Ismét nem sikerült rövidre csinálni, de valószínűleg ez már így is marad. Mindent megtettem, hogy rövid legyen, de hát csak adom, ha ismertek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek, és külön köszönet Takács Levi barátomnak, fogom annak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megismerhettelek, Levikém. Ezt a kaját a te tiszteletedre csináltam, és... jól meg fogom enni, és nagyon szépen köszönöm az ihletet, amit adtál ehhez az ételhez, és a DPD-vel fogok neked küldeni egy adagot. Hogyha zöld lesz és szőrös lesz, ne edd meg, megpróbálom nagyon gyors pusztával elküldeni. A rizsbe egyáltalán ne egyéb bele, mert az tuti hónap utára már megrottyan, de a hús az talán az asszalba az úgy el fog állni. Most tisztában vagyok vele, hogy nagyon hosszúak a videók, és képtelenség végignézni őket, viszont ha egyszer elveszitek magatokat, akkor hát a francia tudja, nem biztos, hogy jobb lesz. Nekem mindenféleképpen jobb lesz, nektek nem biztos. Szóval Levikém, hogyha ezt a részt látod, így a végén, az azt jelenti, hogy végignézted, ami aztán nem piskóta, nem tudom, hogy hány perces lesz, de szerintem 20 pluszos szerintem. Na mindegy, gyerekek, a lényeg az, hogy
Szeretlek titeket, Levikém, te neked a VIP-s kártya oda-vissza jár, egyszer kaptam én is tőled VIP-s kártyát, remélem egyszer vissza tudom adni ezt a VIP-s kártyát, és még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek a mai adást, és megyek fel, köcsök Giuliót, kirugdalom az ágyból, hogy rohadjon, meg mosogatnia kell. Csókolok titeket, a holnap jelentkezem, mivel már megélhatnak a gyógyszerek, fingom sincs, hogy mit ígértem, hogy mit főzünk holnap. Jó az agyam. Lencse főzelék lesz, úgyhogy készüljetek föl, jó? Lelkileg. Nagyon durva lesz. És persze rizssel lesz a lencse főzelék. Jó? Úgyhogy jó hét nektek, jó reggelt nektek, jó napot nektek. A napszaktól függően, hogy mikor nézték meg ezt a szart. Úgyhogy kedves kölyem, csak gondoljatok a csicskabokra, meg rám. A mai incsiklandozó vacsoránkat egy nagyon finom 2016-os pálinkával tudnám ajánlani. Most lett frissen eltávolítva a hűtőből. És kimondottam vacsora előtt egy iciri-piciri kupicával ajánlanék belőle, hogy meghozza az emésztéshez való jó enzimeket a gyomornak. Úgyhogy ígyunk egyet, és jó étvágyat kívánok, és sziasztok! A mai epizódunkban egyetlen egy színes bőrű sem sérült meg, ami kibaszott egy teljesítményt tőlem, úgyhogy tényleg legvégére sziasztok, és köszönöm, hogy megnéztetek, iratkozzatok föl, mindegy, hogy már fel vagytok iratkozva.